Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves jelenlévők, meghívottak! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi kedves meghívott vendégeket, a jelenlévőket, a kedves televízió nézőket. Tisztelettel köszöntöm Hubai Imre urat, a Jásznak Huszonok vármegyei közgyűlés elnökét. Jelenlétével a mai testületi ülésünket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 10 képviselő jelent meg, távol maradását bejelentette Kanász Nagy László képviselő úr. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselő testület, indítványozom, hogy a képviselő testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Igen, köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag. Van-e valakinek további napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, úgy haladunk tovább abban a sorrendben, ahogy ez a kiküldött meghívóban szerepel. Tisztelt képviselő testület, az ENSZ közgyűlése 2005-ben nyilvánította január 27-ét nemzetközi holokauszt emléknappá. Az egyhangulag elfogadott határozat hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét. Hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió, igen nagy többségében zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. A haláltábor felszabadításának 77. évfordulója alkalmából kérem, egy perces néma felállással adózzunk az áldozatok emlékének. Köszönöm. Tisztelt képviselőtestület, napirend előtti kérdések feltevésére van lehetőség, a kérdések megválaszolására, a napirendek megtárgyalását követően kerül sor. Kérdezem, hogy kíván-e valaki élni ezzel a lehetőséggel. Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Napirendelőt szeretnék érdeklődni és kérdezni arról, hogy a év folyamán megoldható-e lenne. Én úgy gondolom, hogy igen, hogy a Volánt, aki a helyi közlekedést biztosítja karcolon, rá tudjuk-e venni arra, hogy mondjuk a déli külváros részéről egy-egy iskolajáratot elindítson. Ugyanis látható, én személy szerint is tapasztalom, hogy a reggeli órákban, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 6 óra 40 perc magasságától anyukák 2-3 gyerekkel, biciklivel gyalog jönnek befele a városba. Nem mondom, a reggeli sportolás mindenkinek jó, de én úgy gondolom, hogy a Volánnak beleférnek, főleg úgy, hogy elég jelentős összeggel támogatjuk a Volánnak a működését, ez napi 2 járatot jelentene. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok családnak nagyon sok megoldást jelentene. Már is mondom, a nagyon egyszerű példa, tehát az anyukának nem kellene otthonról eljönni és elkísérni a gyerekeket az iskolába, illetve ugyanez a történet, hogy adott időre megy vissza az iskolába, tehát úgymond egy több szabad idő maradna a család, a lakást, stb. Egyszer, kétszer a gyerekek közlekedése is jóval biztonságosabb lenne, ha ugyanezt egy buszos megoldással tudnánk megoldani. Én látom a lehetőséget, én látom a forrást is erre, oda kellene hatni.
Úgy gondolom, hogy az Arany János úti iskola megszűnésével végleges bezárásával ez a tanulói létszám még magasabb lesz, amikor a városnak a belső, nevezetesen ugye a Kovács-ba fog járni, vagy Győr-Füle, mindegy alapvetően. Segítene a helyzeten nagyon sokat. Meg elkészült, jó az az út, nem hiszem, hogy a Volán kifogást találhatna, a buszforduló kialakítása, hát én úgy gondolom, hogy nem lehet akkor a probléma, ha mégis akkor majd segítek egy buszsofőrnek megtanulni tolatni. Szóval azért én úgy gondolom, hogy ez nem lehet a későbbiekbe akadály. Ha erre mond is lehetőség van, polgármester urat, hogy hasonlod a vonalra, hogy egy ilyen iskolajáratok, napi két járatról van szó, nem egy rettenetes történet, szerintem meg lehetne oldani. Ez az egyik. Több lakossági jelzés is érkezett a temetők, és a temetőkkel kapcsolatban tudom, hogy az egyházi feladat. Tudom, hogy az egyházak kezelésében vannak a temetők. Ennek ellenére hát valami megoldást kellene találni, akár közösen az egyházakkal. Üljünk le, beszéljünk, tárgyaljuk meg, hogy mit lehetne tenni. Nagyon sok a sírókör, és hát így átételesen ugye a hozzátartozók rovására elkövetett rongálás, eltulajdonítás, szemetelés és egyebek a temetőbe. Ez különösen a déli temetőre jellemző, de sajnos már a katolikus temetőre is. És hát ez kegyeleti okokból, legyünk őszintén, mindenkit rosszul érni. Tehát valamilyen megoldást próbáljunk találni. Én úgy gondolom, hogy a leghelyesebb, hogyha az egyházakkal, a kezelőkkel, fenntartókkal leülünk, és tényleg egy konstruktív tárgyalást kérdünk ebbe a dologba. Nem hiszem, hogy az önkormányzat nem lenne ebbe partner, hogy akár anyagi forrást is biztosítson az egyházak részére, hogy ezek a területek nagyobb biztonságban legyenek. El tudom azt is képzelni, hogy ahogy elhelyezünk térfigyelő kamerákat a városban különböző helyen, így a temetők területén is helyezhetnénk el. Ezt is nyilván az egyházakkal kell egyeztetni. Tehát azért mondom, hogy le kellene ülni és az egyházakkal ezt átbeszélni, leegyeztetni, mert bizony azok a hozzátartozók, akiknek a sírjai ott vannak, azok rosszul vannak érintve akkor, amikor kiviszi a virágot a hozzátartozójára, édesanyjára, gyermekére, és másnap már nem találja ott, vagy esetleg szemétfalmaz, vagy bármi más talál. Megfogadtam polgármester úr tanácsát, és figyelem az internetet, és találkoztam olyan dolgokban is, hogy aggódnak a harcagi lakosok. Aggódnak, amiatt a betonelemgyártó üzem megépítése, üzemeltetése okán folytán, amik a déli temetőtől gyakorlatilag pár száz méterre valósul meg. Nagy orral, forgalommal és minden egyéb ilyen dologban járó működést feltételeznek, ami a sírokra szálló por és egyéb dolog zavarja. Kérem ebben is polgármester úr, hogy tájékoztassa a lakosságot, hogy ez egy valós veszély, vagy csak egy tényleg feltételezés, és ilyen nem fog előfordulni. Tehát kegyeleti sértés ilyen szempontból nem fog történni. A majdani üzemeltető és otthoni gyártó erre fokozott figyelmet fog fordítani, és nem lesz ilyen. De ha ez polgármester úr teszi, ez sokkal megnyitóbb a lakosság terve számára. A járdák állapota továbbra is, tehát ezt kb. 10 éve, 12 éve mondom folyamatosan, meg kell próbálni, el kell tolni egy babakocsit adott esetben a Jókai út egy bizonyos szakaszán, ha két utca sarok között nem esik ki belőle a gyerek, akkor gratulálni tudok. Sajnos a járdáink olyan szinten vannak már, és tudom, minden évben fordítunk rá összegeket, de úgy tűnik, hogy nagyon kevés. Tehát
talán egy komolyabb átfogó felújítás kellene. Én látom a mostani költségvetésben is, és nagyon pozitívan értékelem, hogy 100 milliós nagyságrendben fog erre pénz lenni ebből az évben. Adja a Jóisten, hogy így is legyen. De összességében még ez is kevés. Tehát már olyan szinten romlottak le a járdáink, mellékutjaink állaga, hogy ezt nagyon komoly beruházási összegből lehet megoldani. Keresni kell rá pályázatot, valószínűleg található, csak nagyon kell keresni. Meg kell mozgatni a kormányzati kapcsolatot, úgy gondolom megfelelő lobbyerővel bír karcag. Ha nem, akkor majd segítünk esetleg. Tehát én úgy gondolom, hogy erre kell pénzt szánni. Nagyon rossz állapotban vannak, és már most nem csak a mellékutjaink, ha a Dózsa-Györgyutat nézem, már most gyakorlatilag... Képviselő, bocsánat, hogy közbeszólok, kérdések föltevésére. Ezek mi kérdések? Mikor lesz ezek megoldva? Ez lassan egy expozénak tűnik, de próbáljak röviden összefoglalni. Kérdéseket föltenni, köszönöm szépen. Jó, hát akkor nincs több kérdés. De próbálok röviden válaszolni, bár nem mindegyik volt szerintem kérdés formájában megfogalmazva. Természetes, hogy a Valánnal lehet beszélni. Én azt gondolom, buszfordulót sem kell építeni, hiszen a vasútállomás és a buszpályaudvar között gyakorlatilag ezt az útvonalat járja be az a busz, amely az iskolásokat behozhatja, vagy be tudja hozni. Más esetben is volt erre példa, hiszen a kutatóintézet és az autóbuszállomás között történtek egyeztetések a Volánnal, a Szent Annai iskola, illetve a Kiskulcsosi iskola vonatkozásában is. Kértük a Volántól, hogy próbálja a kicsengetésekhez igazítani a járatát, meg is történt, tehát én azt gondolom, hogy ezzel nyitott kapukat tudunk döngetni. Nyilván el fogom jutatni képviselő felajánlását, hogy tovább képzi a buszsofőröket, biztos fognak örülni a Volánnál ennek a felajánlásnak. A temetővel kapcsolatban is folyamatos az egyeztetés, hiszen azok a fejlesztések, amelyek a temetőkben zajlanak, önkormányzati támogatással is valósultak meg, a kerítésépítés, a ravatalozó, a búcsúztató építése, kivitelezése, tehát megvan az az egyeztetés. Természetes, hogy folyamatosnak kell lenni ennek az egyeztetésnek, de én azt gondolom, hogy ez is nyitott kapukat dönget, tehát megvannak folyamatosan ezek az egyeztetések. Biztos vagyok abban, hogy meg lehet találni valami fajta megoldást. Egyre nem tudunk megoldást találni, hogyha valakibe fölmerül az, hogy kimegy egy síról levenni a virágot, az valami belső problémája lehet annak, aki kegyeleti sértést követel. Nyilván nem tudunk minden ilyen ember mellé egy pszichológust kirendelni. Tudunk felszerelni térfigyelő kamerákat, de azt is tudjuk, hogy a temetők nagysága nyilván nem teszi azt lehetővé, hogy minden egyes útvonalhoz, minden egyes sírhoz, vagy oda vezető úthoz kamerát helyezzünk el. Sajnálatos módon igen, nagyon sok ilyen történik, nagyon sok szemetelés, keressük a megoldást, hogy hogyan lehet ez ellen tenni. Betonelemgyár. A betonelemgyár ahhoz, hogy kivitelezésre kerüljön, kellett egy környezetvédelmi tanulmányt készíteniük, be kellett terjeszteni a környezetvédelmi hatóságnak, porvizsgálatra, zajterhelésre, hanghatásokra figyelemmel kellett lennie, és hát nyilvánvalóan ezeknek a szabályoknak, amelyet előír számukra, ezt be kell, hogy tartsák. Én úgy tudom a tájékoztatókból, hogy különösebb porterheléssel nem fog járni ez a betonelemgyár, tekintettel arra is, hogy ott több éve kőtörő működik, tehát nagy valószínűséggel egy betonelemgyár, amely zárt rendszerben, csarnokban üzemel, ennél sokkal több port nem fog termelni, mint a jelenleg is ott üzemelő kőtörő és földlerakó, amely szintén környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik arra az ipari területre. Járdák állapota. Valóban, ahogy képviselő nagyon helyesen mondta és látta, a költségvetésben szerepel a járda felújításoknak a költsége, mint ahogy minden évben is. Ebben az évben egy kicsit fokozottan próbálunk figyelni
a járda felújításokra. Nyilvánvaló a költségvetés azért határt szab annak, hogy hány méter, hány négyzetméter járda tud megvalósulni, de azokon a frekventált területeken, ahol a legrosszabb, ott természetesen próbálunk majd eljárni és felújítani ezeket a járdákat. Én bízom abban, hogy ahogy képviselő úr is mondta, kaphatunk további pályázati forrást, kaphatunk további állami támogatást, és esetlegesen meg tudjuk ezt a négyzetmétert, ezt a méter számot toldani a közeljövőben is. Nyilván ez mind-mind költségvetés függő. További kérdés, hozzászólás. Nem tudom, képviselő úr, kimerítő volt? Kimerítőnek, teljesen kimerítő. Én inkább azt szeretném, mert mondom egész őszintén, hogyha meg is valósulna. De hogy a járdák felújítását is emlegetem már, vagy 10 éve, és 10 éve folyamatosan kapom azt a választ, hogy nyugodjak meg, ezek meg fognak történni. Én mindig megnyugszok, és rendszerint valami történik, de az állapotok mára-már olyanok lettek a városban, hogy nagyon nem kell csökkenni maradni. És ugyanez a mellékútjainkra is vonatkozik. Tehát jelen pillanatban, ugye, ha jól láttam a költségvetésben, egy nagyságrendileg 100 millió forintos összeg az, ami erre a célra fordítható lesz. Egy óvodát építünk 700 millió forintból, vagy bocsánat, bölcsődét építünk 700 millió forintból. Az a 100 millió forint mire lesz elegendő? Tehát értem én, ezért mondtam azt, hogy talán a pályázatok körül kellene körülnézni, ahol viszonylag jelentősebb összeget tudunk az útjaink és járdáinknak a felújítására szállni. Nagy öröm a kerékpárút 500 millióba került. 500 millióból nagyon sok járdát lehetett volna megcsinálni. De örülünk a bicikliútnak is, mert nagyon fontos és nagyon jó, mert a közútról leterelte a kerékpáros forgalmat. Egyébként is a jövő. A temetők. Csendesen elmondom, hogy azért úgy régebben nem voltak ekkora problémák a temető környékén, volt temetőcsősz. Lehet, hogy ez egy plusz költséget jelent, mert hogy valamennyi fizetést kell ennek az embernek biztosítani, még lakott is ott a temetőnél. Nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy a mai világban és a mai körülmények között nem találnánk olyan embert, aki vállalná ezt a feladatot. Egy fizikálisan is, és gyakorlatilag folyamatosan ott lévő ember, én úgy gondolom, hogy ha nem is teljes mértékben, de elég jelentős visszatartó erőt jelent. Ez az egyik része. A másik része az, hogy a kamerák felszerelése, igen, én úgy gondolom, hogy nem lehet minden sok, természetes. Úgy, ahogy a városban sem lehet minden utcába kamerát felszerelni, mert nem. De a főbb útvonalakon mindenféleképpen, és azért ezek a kamerák viszonylag nagyobb területeket látnak be. Tehát ha úgy gondolom, hogy meg lehet nézni és meg lehet vizsgálni, végig kell menni egyébként azokon a csapásokon, amelyeken elsősorban szó van, azoknak a környékére egy vagy két kamerát elhelyezünk, és a kamerafelvételeknek következménye is lesz, az nyilván, tehát olyan ember mindig lesz, aki valahol problémás, vagy fejben, vagy lélekben. De nagyobb részt jelentősen tűrhetővé válhat a dolog. Én úgy gondolom, hogy a nyitott ajtók döngetése szükséges, mert ha nem döngetjük, akkor úgy felejtődik. Tehát maradjunk annyiban, hogy megköszönöm a válaszát, polgármester úr, és vállalom a megvalósulást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nyilván a temetőcsősz, ahogy képviselő úr is mondta, 50 évvel ezelőtt egy megoldás lehetett, vagy 100 évvel ezelőtt, amikor felekkor a temetőkről volt szó. Szerintem egy temetőcsősz nem biztos, hogy teljes egészében be tudja járni. Egyébként úgy tudom legalábbis, hogy a temetőknek megvan az egyház által kijelölt gondoka, tehát folyamatosan kezelik és figyelik a temetőket.
A kamera rendszert azt nyilván lehet telepíteni, hogy elmondtam, de nem gondolom, hogy teljes egészében megoldást fog erre jelenteni. Valami visszatartó ereje talán lehet, bár egy idő után pontosan tudja mindenki, hogy hol vannak ezek a kamerák, és akkor utána soha nem lesz vége a telepítésnek. A pályázatokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy képviselő úr tévúton jár, hiszen vagy nem ismeri a pályázati rendszert, de azok a pályázatok, amelyek kiírásra kerültek az elmúlt időszakban, és lehetősége volt Karcagváros önkormányzatának ezeken a pályázatokon részt venni, még ha nem mindig támogatta is az ellenzék, azért részt vettünk, és ezeket a forrásokat próbáltuk lehívni. És ha jól tudom, akkor most is több milliárd forint értékű pályázat az, amely megvalósulásra vár a következő időszakban is, illetve több 100 millió forint az, amely az előző időszaknak a befejezéséhez közelít. Azokat a lehetőségeket, amelyek út, járda felújításra fordultak, fordítottak, egyébként kijavítom képviselőt, mert nem 100 millió forint, hanem közel 400, vagy talán a fölött is kerül a közeljövőben megvalósításra út felújítás a városban, és ami önkormányzati utakat jelent, hiszen az ön által is említett Dózsa-György út, én azt gondolom, hogy megyei közgyűlés tagjaként is lobbizott azért, igaz sikertelenül, hogy megvalósuljon. Én bízom abban, hogy most sikeresek leszünk, és a következő top pluszos forrásból majd meg tud valósulni a Dózsa-György útnak a felújítása is. Tehát azok a pályázatok, amelyekhez lehetőségünk volt benyújtani támogatási kérelmet, azok mind nyertek, és örömmel mondom azt, hogy szinte 100%-os támogatással kaptuk meg azokat a forrásokat, amelyek ebből rendelkezésünkre álltak. Tehát az, hogy nem használjuk ki és nem figyelünk oda, az egy nagyon rossz út, amin képviselő úr jár, hiszen mondom közel szerintem több mint 400 millió forint, amely idén, és a költségvetés is tartalmazza, legalábbis ha jól tudom, akkor a szöveges része is ezeket a toppos és top pluszos forrásokat. Úgyhogy folyamatosan figyeljük a járdákat, utakat, parkolókat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban is látszott a város fejlesztésein az, hogy az úthálózatot, a kerékpárutat, a járdákat és a parkolókat fokozott figyelemmel kísértük, és ez nyilvánvalóan így fog maradni a következő pályázati időszakban is. Tisztelt képviselőtestület, további kérdések, hozzászólások, napi rendelőt. Nagyné László Erzsébet képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt jelenlévők. Én a itt elhangzottakhoz szeretnék csak két dolgot megidézni. Egyrészt ugye polgármester úr is elmondta, hogy a Volán helyi közlekedés támogatása minden évben is folyamatosan ellen a költségvetésben, éve tervezett költségvetésben is szerepel 35.230.000 forinttal. És bár nyilván a DESZ képviselő úr tudja most, hogy ön de olyan arcot vágott, mint aki nem. A déli külvárosról a gyerekek beszállítása, biztonságos beszállítás, pontosan azt gondolom, hogy egyrészt a kerékpáros ebben nagyon nagy segítségre volt, másrészt nyilván az önkormányzat is tud segíteni. Viszont az is elmondott képviselő úrtól, hogy amennyiben a Karcagváros nem rendelkezik olyan lobbival, akkor ebben tudnak segíteni. Én nem ebben kérném a segítségét, hanem azt a mondatát idézném, amikor is azt mondta, hogy ez az a Volán buszjárathoz tudja, hogy hol van ebben a költségvetésben a fedezet, ha megjelölni azt a sort, vagy megmondaná ennek a fedezetét, megköszönjük. Köszönöm szépen. Nem kapcsolt. Most kapcsoltam ki. De ha megadom a szót, most megadom, akkor igen. Köszönöm szépen ezt a programot. Ilyen a rendszer, úgyhogy. Igen, tudjuk, a rendszer az már csak ilyen. Szóval, igen, tehát a költségvetésben tudunk, találunk rá erre pénzt, tehát nem akkora összegről van szó, de már is mondom, hogy például az iparűzési adó jelentősen emelkedett, abból simán belefér. Nem? Lehet mutatkozni. Tehát az iparűzési adóbevétel elég jelentősen megkezdett a tervekhez képest. Két dolgul alapvetően, egy az infláció emelte meg, nem? Lehet mutatkozni. Plusz a egyéb bevétele. De van plusz bevétel.
Ott például az a viszonylag kis összegről beszélünk, simán belefér. Köszönöm. Kérdés, hozzászólás, képviselő asszony. Köszönöm szépen. Képviselő úr, a költségvetés, mint ahogy azt nagyon jól tudja, mint mondom, önkormányzati képviselőként bevételi és kiadási oldalból áll, és úgy fogadja el a képviselőtestület, hogy ez a két oldal egyensúlyban van. Tehát többletbevételt nem említett, azon túl, ami most ebben az anyagban szerepel, illetve a kiadási oldal nem határozta meg, hogy melyik belvirányzat tervezetből vegyünk el. Ennek érdekében. Köszönöm. Képviselő. Köszönöm szépen. Hogy reagáljuk? Fogok ilyeszót beadálni már. Jó? Oké. Picivel több időt szeretnék kérni. Önöknek volt egy fél év arra, hogy egy költségvetést összerakjanak, nekünk van rá egy napunk ahhoz, hogy arra körbe átnézzük. Tehát engedtessék meg a világ, hogy reagálok én erre, és fogok egészen pontos számokat is mondani, de adjanak akkor egy kis felkészülési időt. És akkor hajszál pontos számokat. És fogok mondani olyat is, amivel lenne bevétel az önkormányzatnak. Köszönöm. További kérdés, hozzászólás? Na nincs, akkor rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslata 2023. évi költségvetési kitekintő határozat meghozatalára. Tisztelt képviselőtestület, az államháztartásról szóló jogszabály értelmében a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének és az a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét. A Karcagváros önkormányzata a 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet elfogadása előtt a jogszabályi előírásoknak megfelelően a fent meghatározott költségvetési kitekintésről szóló anyagát elkészítette, a határozatát, ezt vitára bocsájtom. Kérdés, hozzászólás. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodott, egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pontunk javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetre, mely közmeghallgatással egybe kötve kerül megvitatásra. Így bejelentem, tisztelt képviselőtestület, tisztelt megjelentek, hogy a második napirendet közmeghallgatás keretében tárgyalja a képviselőtestület, melynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői kizárólag a költségvetéshez kapcsolódóan közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek 5 perces időkorlátozással. Kérdezem, hogy kíván-e valaki közmeghallgatás keretében szót kérni? Parancsoljon! Kérem, hogy ide a mikrofonhoz a jegyzőkönyv miatt, és akkor egy nevet, lakcímet, hogyha kérhetünk a jegyzőkönyv, az ide az asztal végéhez. Odafelé. Köszönöm szépen. Király Ferenc, Karca, Kissördek, ez a Kiskuszállás út. Mindenki tudja, hogy a régi dolgok iránt vagyok elkötelezve, és azt is tudjuk, mindenki látja, nem a költségvetéssel kapcsolatos. Mert mint úgy hallottam volna. Magammal kapcsolatban. De röviden, hogyha összefoglalja. Igen, röviden. Ha már eljött. Igen, ha már kijöttem, köszönöm. Tehát nem tudom biztosan, illetve nem tudjuk, hogy ez a magam épület, illetve a csörlőház állt-e valamilyen védelem alatt, illetve műemlék jellegű épület volt, mert ha ez az lenne, akkor nagy probléma van. Viszont hogyha nem, akkor valószínűleg az építők úgy építették ezt, meg úgy is örök életre fog állni, nem igen háborgatja ezt itt senki se. Engem, mint mondtam, minden régi dolognak a rajongója,
hát kellemetlenül érint, hogy nap mint nap minél kevesebbet látok ebből az épületből, és hát látjuk a fórumokon is, hogy ennek igencsak van utóhatása is, vagy nem utóhatása, hanem nézettsége, látottsága, kinek tetszik, kinek nem, mi történik itt, egyáltalán mi lesz itt, erről szeretnék polgármester úrtól, vagy az illetékestől némi tájékoztatást kapni, hogy végre megnyugodja már mindenki, hogy miért tűnik el innen ez a igencsak szép, bár már több éve nem használt épület. Ennyi az összes kérdésem. Köszönöm szépen a figyelmet. Bár nem a költségvetéshez tartozik, de ezért próbálok röviden válaszolni, hiszen azt gondolom, hogy az eltelt időszakban erről nagyon sok sajtónyilatkozat történt. A tulajdonos is elmondta azt, hogy milyen fejlesztést kíván megvalósítani, és mi a jövője magának a malom épületének. Ha jól emlékszem, 2021 tavaszán egy sajtótájékoztató keretében jelentette be a tulajdonos, hogy a statikai vizsgálatok után ez az épület alkalmatlan arra az ipari tevékenységre, amelyet ő ezen a területen végezni szeretne, és amiért ez a malom megvételre került, és az ő tulajdonába került. Az, hogy hogyan és mikor, ezt most én nem szeretném részletezni, több tulajdonosa volt, akik nem foglalkoztak vele, elhanyagolták ennek a malom épületnek a sorsát. A jelenlegi tulajdonos abban látott fantáziát, hogy újraindítja a malomipari tevékenységet mind a két malom tekintetében. Ugye a állomásnál lévő risántoló malom elkészült, hiszen az is az ő tulajdonában van, egy nagyon korszerű kukoricamalom az, amely ott üzemelésre került, megmentette, mert meg tudta menteni a statikai vizsgálatok után azt az irodai épületet, amelyben ki tudta alakítani a munkásszállót, és ki tudta alakítani az ő tevékenységi körébe tartozó üzletet. Hangsúlyozom, hogy a villanymalom tekintetében is egy komoly statikai vizsgálatra került sor, amelynek az eredményét megküldte az önkormányzatnak is. Ebben egyértelműen bemutatják azt, hogy az a talajvizes állag, ami a silóban volt, az gyakorlatilag lehetetlen fenntartani, és lehetetlen abban további korszerű 21. századi ipari tevékenységet folytatni. Ezért bármilyen fájó is, az annak a helyén felépítendő új malom épülethez szükségesé vált a bontása. Nyilván nagyon sok mindent megpróbált ő is, és megpróbált az önkormányzat is a tárgyalások során, hogy esetlegesen meg lehet-e menteni az egyébként nem műemlék és nem védett épületet. Ha védett lett volna és műemlék jelleg, akkor nyilván maga a műemlék védelmi hivatal sem engedi ennek a bontásnak az elrendelését. Hiszen egy bontáshoz bontási tervet kell készíteni, és sok minden más jogszabálynak meg kell felelni. Azt kértük, és ebben a kivitelező, illetve a tulajdonos is partner volt, hogy a felépítendő új malom épület jellegében, külalakjában, megjelenésében próbáljon hasonlítani az előző malom épületre. Ezt úgy készítették el, és a látványtervek láthatóak is voltak a különböző sajtó felületeken, interneten, illetve a karcagi hírmondóban is, hogy látványában próbál hasonlóképpen megjelenni, mint a lebontásra került épület. A maga a csörlőház, amely egy fordító állomása volt, egy vagonfordító állomása volt gyakorlatilag a malomnak, elbontásra került, mert hogy menet közben életveszélyes lett, hiszen mindannyian tudjuk, hogy egy baleset következtében ez az épület annyira megrongálódott, hogy mindenképpen le kellett bontani. Nem javasolt azon a helyszínen való visszaépítése, hiszen a közlekedés eddig is zavarta, valljuk meg őszintén, de abban is partner a tulajdonos, hogy úgy végezte el a bontását az életveszélyesé nyilvánítás után, hogy azokat a részeket, amelyek felhasználhatóak, a tetőrész, az a ütköző, ami ott mellette volt, a benne lévő motor, a csörlő, fordító részek, ezek megmentésre kerültek, beraktározta a tulajdonos,
és egy később kijelölt helyen, amely vélhetően elképzelésünk szerint a Malom Park valamely része visszaépítésre tudjon kerülni eredeti állapotában. Az ehhez szükséges felméréseket a hivatal kollégái elvégezték, a rajzok megvannak. Próbáljuk megszerezni azokat az engedélyeket, amely ennek az újjáépítéséhez szükséges, hiszen maga a Malom Park, tehát a Malom előtt lévő zöld terület és az a park rész nem az önkormányzat tulajdona, állami tulajdonban lévő terület a Magyar Közút kezelésében. Egyeztetünk természetesen a Magyar Közúttal és a Magyar Állammal is, hogy akár az egész parkot meg tudjuk szerezni Karcagváros önkormányzata számára, a város számára, és itt fel tudjuk építeni eredeti állapotában a csörlőházat, amely én remélem, hogy erre az egész Malom épületre fog bennünket emlékezni. Bízom abban, hogy a tulajdonos hamar el fogja végezni az építési munkálatokat is, és a gyár megnyitásával nem csak egy új és szép épület, egy korszerű, a mai malomipari tevékenységeknek maximálisan megfelelő épületet fog fölépíteni, amely látványában is vonzó lesz, hanem ezen munkahelyeket fog teremteni a városban, és további családoknak fog lehetőséget biztosítani arra, hogy helyben akár malomipari tevékenységet végző egykori dolgozók is vissza tudjanak kerülni a malomipari munkálatok és munkások közé. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tulajdonossal folyamatosan tárgyalunk, folyamatosan itt van, jelen van, tájékoztat az önkormányzatot és ha szükséges, akkor a lakosságot is, de ezeket a munkálatokat egy új gyár érdekében és a új munkahelyek érdekében el kellett, hogy végezze. Értem. Köszönöm szépen a választ, el is fogadom. Mondta polgármester úr a szakembert, aki a épületet megnézte, stb. A szakember azt mondja, akkor rendben van. A szakembernek mindig igazat kell adni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszontlátásra. További kérdés közmeghallgatás keretében. Költségvetéssel kapcsolatban. De akkor legyen kedves. Név, lakcím. Cidege Mihály, Kortvai 13 számot lakok. A Vágóid utcai bennátas, hogy mi lesz ott megvalósítva, engem az érdekelne. Van-e még valaki, aki a Vágóid utcai... Bocsánat. Jó, akkor egy nagyon rövid szünetet rendelek el. Jó, és akkor mivel tegnap sajtótájékoztató volt, és a sajtótájékoztató anyaga rendelkezésünkre áll, ezért megkérem a kollégákat, hogy vetítsék le. Tisztelt karcagiak, tisztelt televízió nézők, szeretettel köszöntöm Önöket mai sajtótájékoztatónkon, amely a Vágóhíd úti ipartelep létesítéséről szól. Tisztelettel köszöntöm Hubai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét, és Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselőasszonyt. Mindenképpen azzal kell kezdenem, hogy önkormányzatunk nagyon sokat dolgozott azon az elmúlt időszakban, hogy Karcagváros épüljön, szépüljön, egy élhető és fejlődő település legyen és maradjon. Ehhez arra volt szükségünk, hogy azokon az infrastruktúrális fejlesztéseken túl, amelyek az utakat, parkolókat, kerékpárutakat, a különböző közvilágítási korszerűsítést, az intézmények fejlesztését, óvodák, bölcsödék építését, folyamatos fejlesztését jelentették, a sport és kulturális beruházásokat teremtettek a városban, ezen túl munkahelyteremtő beruházások valósuljanak meg településünkön. Hiszen célunk az, hogy aki helyben szeretne boldogulni, az helyben tudja megteremteni azokat a feltételeket, amely a Karcagon való letelepedéshez, itt maradáshoz, a fiatalok helyben tartásához szükségesek. Ezek a munkahelyteremtő beruházások az utóbbi időben
köszönhetően a pályázati, kormányzati támogatásoknak, és néha bizony az önkormányzati önerőnek is, folyamatosan jelen vannak, érdeklődnek városunk iránt. Ilyen lehetőség az, amely a Vágóhíd úti ipari telep kialakításával kapcsolatos. Hiszen ezen a területen a kis- és középvállalkozások számára, akik helyben szeretnék megteremteni a fejlődés, a továbblépés, a kezdés lehetőségét, számukra jelent ez egy óriási lehetőséget. Köszönettel tartozunk Magyarország kormányának és a megyei, vármegyei közgyűlésnek, hogy ezt a pályázati lehetőséget megragadta, ezzel a pályázati lehetőséggel élt, és egyhangulag úgy döntött a közgyűlés, hogy kialakításra kerül rajtuk keresztül, az ő pályázatukon keresztül egy olyan lehetőség, amely a karcagiaknak, a Karcagon élőknek ad remélhetőleg a jövőben munkalehetőséget. Én megkérem elnök urat, hogy a pályázattal kapcsolatosan, a kialakítandó ipari parkkal kapcsolatosan néhány gondolatot osszon meg velünk. Köszönöm szépen, polgármester úr, kedves karcagiak, kedves tévénézők, nagy tisztelettel köszöntöm képviselőasszonyt is körünkben, hiszen az ő választókerületében kerül megvalósítása a Jászlik-Kun-Szolnok vármegyei önkormányzat, valamint a Jászlik-Kun-Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség konzorciumának keretében egy olyan projekt, amely karcagiak számára úgy ismert, hogy a Vágóhíd és a Szélmalmi Fogadóház közötti 13 hektáros beépítetlen füves terület, ez Karcagon kiemelt fejlesztési területté lett nyilvánítva még 2019-ben. Ezt követően 2019 nyarán az akkori Jászlik-Kun-Szolnok megyei közgyűlés egyhangú határozatával fogadta el, hogy a megye rendelkezésére álló gazdaság élénkítési, gazdaságfejlesztési célokat szolgáló forrásból mintegy 500 millió forintot egy karcagipartület fejlesztésre különít el, és mivel eredményesen pályáztunk Magyarország kormányánál, így az Európai Unió és Magyarország kormányának segítségével közel 800 millió forintból immár a költségnövekmények figyelembevételével egy új ipari csarnokot, ami egy raktárépületet, egy szociális blokkot és irodát, valamint a hozzátartozó parkolókat és utakat és a közművesítés foglalja magában, valamint egy 2000 négyzetméter útburkolat felületű közösségi forgalmú út, tehát a közforgalom számára megnyitott út, és egy portépület építése kezdődött meg a munkaterület átadásával ez év január 31-én. Tehát nagyjából 4 évre nyúlnak vissza ennek a projektnek a kezdeményei, már akkor tudtuk, hogy az M4-es el fogja érni Karcagot, akkor tudtuk, hogy a karcagi vállalkozások rohamos fejlődésnek fognak indulni, mihelyest az M4-es ideér, és időközben szintén Magyarország kormányának köszönhetően döntés született arról, hogy a 3401-es számú út, amit mi karcagiak úgy ismerünk, hogy a Kunmadarasi út, a Kunmadarasi út és a 4-es számú főút, valamint az M4-es csomópontjai között egy új keleti elkerülő fog épülni Karcagon. Ettől az iparterülettől nagyjából 1 kilométerre fog elmenni ez az elkerülő út, ami tehermentesíti egyben a várost a ránehezedő mind délelőtti, mind délutáni csúcsforgalomtól, mint pedig az iparterület megközelítését a nehéz forgalmú utakra jellemző zajterhelést csökkentve ide fogja vezetni azt a nagyon fontos és nagyon messziről érkező logisztikai erőforrást, ami Karcag számára Karcagot felteszi a térképe, és nem csak gazdasági értelemben, hanem társadalmi értelemben is, hiszen ezzel a beruházással együtt maximálisan egyetértve Karcag város önkormányzatának célkitűzéseivel, a képzésfejlesztésével, a munkahelyteremtés lehetőségével, a karcagiak életminőségének a javításával és a helyben való letelepedés boldogulás elősegítésével ennek a projektnek a megalapozottsága maximálisan illeszkedik Jászlik-Kun-Szolnok vármegye gazdasági érinkítési stratégiájához, és magával a megvalósítással az a célunk, hogy elkezdődjön a betelepülés erre a ma még lakatlan iparterületre. Köszönjük Karcag városának a támogatást, hogy a képviselőtestület is egy emberként állt mögé ennek a beruházásnak, és így mind a vármegyei közgyűlés, mind pedig a település önkormányzatának képviselőtestülete kard-kardba öltve tudja megvalósítani ezt a projektet, aminek kapcsán létrejön 12 olyan terület, építési terület, ahová karcagi vállalkozások is be tudnak települni, tudnak telephelyet fejleszteni, és mivel összközműves, ezért nem kell
a vállalkozóknak ezekkel a nehezen megközelíthető, nehezen elérhető erőforrásokkal küszködni, hanem ezt készen fogja a város kínálni a betelepülő vállalkozások számára. Azt reméljük, hogy ezzel a létesítménnyel és a létesítés elindulásával ez év december 31-ére végzünk, és jövő tavasszal egy ünnepélyes átadó keretében szeretnénk a területet birtokba is adni annak az első betelepülő vállalkozónak, akit majd Karcagváros képviselőtestülete fog kiválasztani a pályázók közül. Ezután még 11 vállalkozás, legalább 11 vállalkozás betelepülésére van lehetőség, mint inkubátor jellegű terület fogja fogadni a vállalkozásokat a 13 hektáros iparterület, és a védelmi erdősávokkal, valamint egy rekreációs park építése, ahol már a csapadékvizet gyűjtjük össze, hiszen tudjuk, hogy ez a terület ez mélyfekvésű és víznyomott terület, vízállásos terület, rendszeresen elborította a belvíz, ezért ezt a vizet összegyűjtve egy rekreációs parkot alakítunk ki, és kerékpárúttal köztjük össze a város vérkeringésével. Amit a betelepülő vállalkozásoknak tudniuk kell, hogy akit érdekel ide az iparterületre való betelepülés, keresse bizalommal Szepesi Tibor polgármester urat, valamint Karcagváros képviselőtestületét, és bízunk abban, hogy jövő tavasztól kezdődően termelni fogja a városnak azokat az adóbevételeket. Ez az iparterület, ami hozzájárul ahhoz, hogy mind a gyermeknevelési, mind a köznevelési, mind szociális, kulturális területen akár a város infrastruktúrája több bevétel folyjon be a város kasszájába, és a karcagiaknak hasznos és prosperáló beruházás legyen a Vágóhíd úti iparterület fejlesztése. Elnök úr, köszönöm szépen. Megkérem Nagyné László Erzsébet képviselőasszonyt, a körzet képviselőjét, hogy az ipari park létesítéséről, annak fontosságáról néhány szót legyen kedves mondani. Köszönöm szépen, polgármester úr. Kedves karcagiak, tisztelt elnök úr, polgármester úr. Számomra nagyon nagy öröm, hogy a körzetemben egy ekkora területen, eddigi használatlan területen, vagy úgy mondhatom egyéb használatra fenntartott területen ilyen fejlesztés valósul meg, a legnagyobb fejlesztés a körzetben. Elmondta a polgármester úr előttem, munkahelyteremtés a karcagiak, illetve a karcagra betelepülők számára, az itt maradók számára, azért, hogy fejlődjön és érhetőbb legyen az a város. Ezen a területen kialakításra kerülő telkeken olyan raktárépületek és a fals információkkal ellentétben ezek egy inkubátor területen működő vállalkozások további fejlődését vagy kezdését segíti az önkormányzat és a megyei önkormányzat, amelyekkel városunk ezen területe teljes közművesítettséggel fog rendelkezni. Ez a terület, hangsúlyozom, használatlan volt, nem ilyen célú volt a használata, és nem utolsó sorban ezen katolikus városrésznek a belvíz elvezetése 13 hektáron megoldódik, a csapadékvíz elvezetés összegyűjtésre kerül, és a terület mögött kialakítandó rekreációs park, ahogy összekötésre kerül a kerékpárút hálózattal, úgy gondolom a kulturális, a pihenést és az élmalmi fogadóházzal együtt a kikapcsolódást és az örökségeink védelmét szolgálja. Gyermekeinknek, utódainknak elmondhatjuk, hogy az ipari park fejlesztése mellett, a város ilyen gazdasági fejlődése mellett a hagyományaink megőrzésére is tudunk gondolni. A munkahely teremtés mellett hangsúlyozni kívánom, legalább 12 hely lehetőség biztosított, és ahogy ezt tudjuk, akár a piacon, akár máshol, más tekintetben, ha van egy betelepülő, vagy lehetőséget biztosítunk egy betelepülőre a területen, egy betelepülésre, egy vállalkozónak a részvételére, akkor ezt követően több lehetőség lesz, illetve többen jelentkeznek. Ezért én nagyon örülök, hogy a projektben az is belefért, hogy a Porta épület mellett már egy raktárépület épüljön, ami nyilván a fals információkkal ellentétben nem halfeldolgozás, nem gumifeldolgozás és nem krematóriumi célokat szolgál. Sajnos vannak a körzetemben és a városunkban olyan információk, amik
a pályázattal és a megvalósítandó fejlesztéssel ellentétesek. Szeretném hangsúlyozni, ez karcagiaknak készül ez a fejlesztés. 13 hektáron a hármas körzetben több funkciót fog megoldani a gazdasági fellendülésen kívül, a belvíz, a csapadékvíz elvezetést és a közműveletettséget. Gratulálok és köszönöm szépen a megyei önkormányzat támogatását, a városi önkormányzat támogatását és a magyar kormány támogatását. Köszönöm szépen. Tisztelt karcagiak, azért dolgozunk, hogy Karcag fejlődjön, fejlődésben maradjon, és az itt élőknek, az ide betelepülőknek, az itt vállalkozni kívánóknak, az itt munkahelyet teremtőknek egy újabb lehetőséget tudjunk biztosítani. Ez a lehetőség mindenki számára adott, aki élni kívánt vele, a saját vállalkozását szeretné elindítani, fejleszteni, annak egy újabb lehetőség ez az ipari park. Én nagyon sajnálom azt, hogy néhányan nem azért dolgoznak, hogy Karcag fejlődjön, hanem azért dolgoznak, hogy megakadályozzák ezt a fejlesztést. Vannak, akik fals információkkal szolgálnak, direkt keltenek olyan feszültséget, és mondanak olyan nem igaz híreket és információkat, miszerint az önkormányzat nem hajlandó munkahelyeket teremteni, nem hajlandó meghallgatni azokat a vállalkozókat, azoknak a vállalkozóknak az elképzeléseit, akik ide beruházni szeretnének, akik azért dolgoznak, azért jönnek, hogy Karcag fejlődjön és munkahelyek létesüljenek. Önkormányzatunk nyitott minden vállalkozóval, vállalkozással a tárgyalásra. Természetesen megvizsgáljuk azokat a lehetőségeket, akár egy környezetvédelmi vizsgálat, akár további vizsgálatokon keresztül, hogy ez milyen előnyt és esetlegesen milyen hátrányt jelenthet a városnak, és csak azokat fogjuk beengedni ebbe az ipari parkba, illetve más ipari területekre is, amely Karcag fejlődését, a karcagiak helyben boldogulását, a város jövőjét szolgálja. Ez az ipari park egy tökéletes lehetőség erre, mint ahogy azok az elképzelések, tárgyalások is, amelyeket folyamatosan folytatunk ennek érdekében, hiszen Karcag fejlődik, és Karcagnak fejlődnie kell. Köszönöm. Megnéztem ezt a hatámat, fogsom nem lettem, de még az érdekelni, hogy nekünk az ingatlanunk befolyás, vagy értékét befolyásolni, hogy fogja ez a ipari park ottan. Mert ott nem nagyon akarna lakni senki, hogyha zaj van, esetleg nem tudom, milyen létesítmények lesznek ottan, bűnös esetleg, vagy akármi. Egyenlőre az ipari park kialakítása, hogy a videóban is, illetve a sajtótájékoztatón is elhangzott, egy inkubátor jellegű, tehát út épül és infrastruktúra épül. Ennek az út mentén kerülnek kialakításra azok az ipari területek, amelyet majd a vállalkozások elfoglalhatnak. Az, hogy ezek milyen vállalkozások lesznek, ezt jelen pillanatban nem tudjuk megmondani, hiszen mi csak egy lehetőséget kínálunk azoknak a vállalkozásoknak, vállalkozóknak, és egyfajta vállalkozói előnyt tudunk biztosítani azzal, hogy nem neki kell kiépíteni az úthálózatot, nem neki kell kiépíteni az elektromos csatlakozást, a gázcsatlakozást, az infrastruktúra, az internetes csatlakozásokat, hanem ezt készen megkapja, tehát egy olyan fajta előnnyel tudja igénybe venni az ipari park, ennek az ipari parknak a szolgáltatását, ami egy sokkal gyorsabb fejlődést, fejlesztést tesz, egy sokkal gyorsabb munkahelyteremtést tesz lehetővé. Nyilván erre az ipari parkra majd be fogják adni a vállalkozók az elképzeléseiket, igényeiket. Akkor tudjuk megbeszélni azt, és akkor tudjuk lefolytatni azokat a tárgyalásokat, hogy az a betelepülő vállalkozás, az milyen tevékenységet kíván folytatni. Nyilván, ahogy elhangzott is, azok a vállalkozások, vállalkozók lesznek előnyben, akik nem fogják zavarni azt a tevékenységet, amely ott a lakókörnyezetet és egyéb természeti környezetet zavarhat. Ha szükséges, akkor ott is el fogjuk rendelni a környezetvédelmi vizsgálatot, még ha nem támogatja az ellenzék, akkor is el fogjuk rendelni, ha szükséges. Meg fogjuk vizsgálni azt, hogy kell-e oda az az ipari tevékenység, amelyet az a vállalkozó, hangsúlyozom, majd akkor,
beterjeszt az önkormányzat elé. Nyilvánvalóan itt is arra leszünk figyelemmel, hogy lehetőség szerint olyan vállalkozók és olyan vállalkozások települjenek be, akik ezt a mércét megütik. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kiépített infrastruktúrával rendelkező terület, amely ez a terület is lesz, nem csökkenteni fogja az ottani telkek, házak, lakások értékét, hanem növelni fogja, hiszen egy elkészült úthálózat lesz. Ez az úthálózat fog közvetlenül reményeink szerint és a tárgyalásaink ebbe az irányba mennek csatlakozni az M4-et, az M4 mentén megépülő Karcagot elkerülő úthoz, tehát egy direkt csatlakozása lesz. Nyilvánvalóan a közút hálózat fejlesztése is ennek kapcsán fog megvalósulni, hiszen benyújtott pályázatunk van arra, hogy a Zádor hídhoz vezető út teljes egészében megújul. Beadott és nyertes pályázatunk van arra, hogy a Zöldfa utca teljes egészében és teljes hosszában meg fog újulni. És ahogy mondtam, a képviselő úr napirend előtti kérdésére, a közútnak a top pluszos fejlesztésében is benne van a Dózsa-György út, Kossuth tértől egészen a Vágóhíd út végéig, tehát a kimaradó Zöldfa és Zádorhídi út közötti szakasznak a felújításához. Tehát egy olyan komplex fejlesztésről beszélünk, amely nem csökkenteni fogja az ottani telkek, lakások értékét, hanem várhatóan növelni fogja. Be van kapcsolva. Jó. Hát nekünk is várjuk, csak majd mi valósul meg. Tehát mindegy, jó, meghallgattam, köszönöm a tájékoztatót. De ha van még további kérdés, elnök úr is áll rendelkezésre, nem tudom, elnök úr kiegészíti. Köszönöm szépen, polgármester úr, kedves képviselőtársak, kedves karcagja. Rendben van. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy polgármester úr meghívására is a képviselőtestület ülésén, és örülök annak, hogy a karcagiakat érdekli ez a beruházás, hiszen valóban immár 4 éve visszamutat ennek a projektnek a kezdete, hiszen akkor András András képviselő úr még a megyei közgyűlés tagjaként döntött arról, és határozta el együtt a közgyűléssel, hogy a megye rendelkezésére álló gazdasági érintkezési forrásokból Karcag településére is juthat olyan forrás, amiből végül egy eredményes pályázatot követően most a Jászlókatonai Szolnok immár vármegyei önkormányzat és a Jászlókatonai Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség konzorciuma közösen meg tudja valósítani azt a projektet, aminek a hivatalos megnevezése iparterület fejlesztés Karcagon. Van egy nagyon szép kódszáma, azért hagyom mondjam el, hogy önök ennek utána tudjanak nézni akár az interneten, akár a közlönybe, hogy mi van emögött ez a TOP 1.1.1 kötőjel 16 kötőjel JN 2 kötőjel 2020 kötőjel 00001. Tehát ezt a nagyon szép azonosító számot viseli a projekt, ezt azért fontos elmondani, mert itt tudják önök is beazonosítani, hogy konkrétan milyen projekt kapott támogatást, konkrétan milyen műszaki tartalom valósul meg, és a műszaki tartalom megvalósulására milyen forrás áll rendelkezésre. Az eredetileg benyújtott pályázat szerint és az arra készült indikatív árjának alapján 517.280.000 forint lett volna a projekt eredeti költségvetése 2020. márciusában, de pontosan tudjuk, hogy időközben ahogy megszületett a döntés és megkötötte a pénzügyminiszter támogatási szerződést a konzorciummal, akkor még nem volt ismert a pandémia hatása és a gazdaság újraindulását követően, valamint az energia hordozókat érintő áremelkedés és az építőanyag áremelkedés szolgáltatási díj emelés következtében 347.630.555 forint többet rámelési igénye lett a projektnek, így mindösszesen több mint 864 millió forintból, közel 865 millió forintból valósul meg ez a projekt. Tehát ebből is látszik, hogy ez nem egy pici projekt, ezért is örülök, hogy a karcagiakat érdekli. A kronológiára ezt követően a támogatási szerződés módosításai kezdődtek el, a tervezés engedélyeztetés és a közgyűlés döntéseit követően immár 2022.
közepére ott tartottunk, hogy ki tudtunk írni egy feltételes közbeszerzési eljárást, hogy a látványtalan megemelkedett árakat, ha Magyarország kormánya ki tudja segíteni a konzorciumot és többletforrással tudja támogatni a projektet, akkor alá tudjuk írni, akkor életre tudjuk léptetni a kivitelezőkkel a szerződést, ennek magas építési és mély építési munkanemei is vannak. Ez is külön került meghatározásra, ilyen a helyzet felhívás, és gyakorlatilag 2023. január 30-án érkezett meg az a döntés, ami a forrásállam és a kérelmünket helyreállította, jóvá hagyta, és így január 30-én tudtuk átadni az építési területet. És hogy miért nem az építési területet? Ahhoz adtuk át, ami a sajtótájékoztatón is elhangzott, és polgármester is elmondta, hogy gyakorlatilag ennek a területnek, ennek 13,6 hektárnak, ami jelenleg egy víznyomásos, belvízjárta terület, valamikori vályogvető gödör, innen termelték ki, innen kubikolták ki azt az agyagot, amiből vályogot vetettek, és az északi külváros részben a város több épülete ebből épült, vagy ebből újult meg annak idején. Eléggé elhanyagolt állapotot mutatott, amíg az önkormányzat rendben nem rakatta, és kiemelt fejlesztési területén nem nyilvánította, pont azért, hogy a természet ne úgy foglalja vissza, hogy közben a városnak semmilyen hasznot nem hagy. Így lett belőle iparterület. Az iparterületnek az a sajátossága, hogy csak is olyan területre kerül az iparterület, ezt nem vizsgáljuk, ezt erre építési hatósági és országos rendezési tervi előírások vannak, hogy hova kerülhet iparterület, és hangsúlyozom, nem ipari park. Tehát nem egy ipari parkot épít Karcak, hanem egy olyan iparterületet, inkább azt mondanám, hogy vállalkozási övezetet, ahová konkrétan deklarálja, hogy erre a területre gyertek kedves vállalkozó, mert esetlegesen a helyigényes tevékenységetekhez, a városban beszorult tevékenységetek már nem tud bővülni, és hogyha prosperálni, fejlődni szeretnétek, vagy tudtok, akkor ide ki tudtok települni. Tehát ez motiválta a megyei közgyűlést annó, hogy meghozza ezt a döntést, és Karcak városát, hogy átengedje a területet a megyei közgyűlésnek, ha már a források a megyei közgyűlés rendelkezésére álltak, és ezt a települési önkormányzat nem tudta megpályázni, kizárólag helyi önkormányzat, tehát a vármegyei, most már vármegyei önkormányzat. És azért mondok megyei és vármegyei, mert akkor még megyei önkormányzat volt, most pedig már vármegyei önkormányzat vagyunk. A hatályba léptetett vállalkozási szerződés értelmében a kivitelezők megkezdték a terület közművesítését, egyébként ez már az elmúlt időszakban, az elmúlt évben is elkezdődött, és kérem engedjék meg, hogy ezért én tartsam a hátam. Nem véletlen, hogy egy gázvezeték szerelő ember, vagy egy vízvezeték szerelő ember, vagy egy elektromos áramot vezető EONOS szakember nem ad felvilágosítást arra a projektre, amiről fogalma sincs, mert ő csak közművesít. És önök, vagy aki kérdezte a közművesítő vállalkozásokat, vagy állami vállalkozókat, állami vállalkozásokat, állami cégeket, azok nem tudhatták, hogy erre a megyei önkormányzatnak milyen forrása, milyen ráhatása van. Ők kizárólag kaptak egy tervet, egy közműtervet, hogy ide kell hozni a vizet, ide kell hozni a gázt, ide kell tenni az áramot, itt lesz a trafószekrény, itt lesz majd a területnek a határa. És így gyakorlatilag a hatályba lépett szerződéssel a közművesítés elindult a csarnoképület építésemnek, és sima betonpadlója lesz, nem akkumulátorgyár, szerintem még akkumulátor se fognak itt tárolni, nem hogy gyártani, és ez a 800 négyzetméteres raktárépület mellé egy szociális épület kerül, ami öltöző, zuhanyzó és irodablok. Emellé a dolgozóknak és a partnereknek lévő parkoló, egyébként akár ott egy üzlet is berendezkedhet. Egy olyan üzlet, mint amit például látunk többet ilyeneket a Kisújzási úton, hogy menjünk ki a Kisföldek közé, ott épül szépen a mezőgazdasági bolt, a mezőgazdasági bolt mellett egy másik bolt, aztán majd egy harmadik, ott van trafik is, meg van zöldségbolt is, és ott van a Tesco is. Tehát gyakorlatilag egy ilyen területre kell gondolni, ahova csarnok épületek, vagy valamilyen gazdasági tevékenység folytatására alkalmas épületek kerülnek majd, bármilyen szerkezettel, de nagyon fontos, hogy a megyei főépítészi elvárásoknak és a természetvédelmi elvárásoknak is megfelelve egy védőerdősáv kerül az iparterület, tehát a vállalkozási övezet és a lakóövezet közé, aminél megadjuk a lehetőséget egy későbbi kerékpárútnak is, hogyha a Dózsa-György út, amit polgármester is mondott, 34-101-es számú 5-számjegyű út, ami a tilalmasi kivezető útunk gyakorlatilag, ez 1700 méter hosszan, 1702 méter hosszan fog megújulni, és ehhez tehát a megyei önkormányzat által biztosított keretből a
Magyar Közút Jászenkun-Szolnok-megyei igazgatóság 863.558.102 forintot nyert. Hogy a Dózsa-György út is megújuljon, egészen a Vágóhíd úton a Karcag vége tábláig. Tehát, hogy milyen hatást gyakorol az ott lévő ingatlanokra a megújuló út, a megújuló Dózsa-György út, mellette a megújuló Vágóhíd út, a megújuló, teljes egészében megújuló Zöldfa út. Milyen hatást gyakorol a közművesítés? Az, hogy aki fog menni a kerékpárút, az, hogy védőerdősáv kerül, az, hogy egy rendezetlen terület, ami a város óriás erőforrásokat tud csak valahogy a természettől megmenteni és visszatartani, annak arra most már nem kell költeni a városnak, az mostantól bevételt fog termelni a városnak. Munkahelyeket lehet teremteni, örülnénk, hogyha elsősorban a karcag vállalkozásokat tudnának ott fejleszteni. Ez volt a burkolt, de ki nem mondott, de remélt cél. De nyilván a térségből, tehát akár a környező településekről, hogy ide akarnak betelepülni, mert itt van jó lehetőség, itt akarnak adót fizetni. Abból lehet majd járdát építeni, abból lehet majd, ha a bölcsödéhez nem elég a 700 millió megyei támogatás, vagy kormánytámogatás, akkor abból lehet merríteni még 1-2-3-5-10 millió saját előtt, és ezt látjuk a városban, hogy mindenhol nagyon átgondoltan koncepcióban gondolkodik a városvezetés, és nem csak úgy akkor keletkeznek ezek a fejlesztések sem, hanem oda mindig vezet valami másik, harmadik, negyedik, ötödik projekt is. Tehát ennek is van négy lába ennek a projektnek. Az egyik a gazdaságélénkítés, a másik a munkahelyteremtés, a harmadik az infrastruktúra fejlesztés, a negyedik, tehát az alapinfrastruktúra alatt ért csak a közművesítést, a negyedik pedig az út hálózat fejlesztése. És ezzel, hogy jobb minőségűek lesznek az utak, nem zörődnek ott a pótkocsik, és nem csak azok, akik az iparterületre mennek, hanem akik tilalmasra, vagy tilalmas és karcak között lévő mezőgazdasági területre mennek. Akár a megújulni vidékfejlesztési programból a Zágorhíthoz vezető út, megépül az elkerülő út, az elkerülő útnak közvetlen kapcsolata lesz az iparterülettel, tehát még csak a város forgalmát sem fogja terhelni. Inkább mi fogjuk terhelni majd az utcát, azzal a karcagiak, hogy örömmel fogunk arra kimenni a 4-es számú főútra, vagy az M4-es 2x2-sávos, 2x2-nyomú gyorsforgalmú útra, vagy akár Kunmadas irányába, a Tiszató térségére. Tehát egy nagyon komoly vonzerő az, ami Karcagot most már körbelengi. Jönnek a vállalkozások, keresik a helyet, szeretnének területet vásárolni, szeretnének betelepülni, itt munkahelyeket teremteni. Ha Karcag erre nem készül föl, és nem fogadja be ezeket a vállalkozásokat, akkor ott lesz majd Kisújszállás, ott lesz Kenderes fegyvernek, ahova egyébként is hamarabb megérkezik az M4, már csak a geometria és a földrajz adottságok miatt is oda hamarabb fog megérkezni hozzánk egy-két évvel később, mert így építik az autóutat, és nyilvánvaló, hogy akár a Hajdú-Bihar megyével való, vagy akár a Parciummal, Erdéllyel való összeköttetésen is alapvetően határozza meg, hogy Nagykereki és Budapest között 2x2-nyomú gyorsforgalmú út lesz majd, ami nagyon gyors közlekedést, gazdaságélénkítést, munkahelyteremtést, a jövedelmek exponenciális emelkedését vonza magával, mert itt kell tartani majd a munkaerőt, mert a munkaerő is mobil, ő is el tudna menni ezért a városnak is. Meg kell adni a lehetőséget, hogy fiatalok letelepedhessenek, a vállalkozások pedig prosperálhassanak, tehát fejlesztessenek. Ezt további tőkét fog mondani, véletlenül karcagiak fognak felépíteni, karcagiak fognak benne dolgozni, és még egy-két dolgot írtam csak föl, hogy a malomnál visszatérni, tehát élelmiszer előállítás is történhet, élelmiszer előállítás. A malomban, a malomépületben, az elmúlt a malomépületben az élelmiszer előállítása alkalmatlan volt az épület. Gondoljuk el, hogy nekünk készült volna ott tiszta, amiből sütünk, főzünk. Hát bocsánat, de ezt a nép is sem engedheti, hogy egy olyan élelmiszer előállító üzemnek adjon engedélyt, amelyik nem felel meg az Európai Uniós elvárásoknak. Ez a csarnok annak is megfelel, hogy akár oda települjön egy olyan ember, aki Karcagon mondjuk gyárt üdítőitalokat is, és be akarja tenni. Vagy Karcagon gyárt transformátor felújítással foglalkozik, és oda akar menni zárt csarnok épületbe, ami hangszigetelt, és ami védőerdősáv véd, és amit a város vezetése és a közvetlen eljárások megengednek, azt települhet oda. Szinte bárki, aki Karcagon vállalkozik, munkahelyeket teremt. És a Dózsa-György útról beszéltem, az árakról pedig annyit, hogy szerintem emelkedni fognak. Az ottan ingatlan árak emelkedni fognak, mert ezek a sokkal jobb pozíció, sokkal kedvezőbb, élhetőbb település, és az élhetőbb településhez tartozó fejlettebb infrastruktúra mindig vonza a fiatalokat is, akiknek több
jövedelmük van, lehet, hogy többet tudnak áldozni egy ilyen ingatlanért. Tehát ha valaki adott esetben szeretné ezt értékesíteni, biztos, hogy ráfizetni nem fog. És az a, az, az ötlet, ami pedig az első fecske betelepülését lehetővé teszi, ezzel az első ipar területi ponton, hogy legyen legalább egy olyan létesítmény, amire be lehet költözni azonnal, ez alatt hozza meg, hogy lesz vonzerő, és más vállalkozás is lehet a területen, de hangsúlyozom, ez Karcag valószínűleg a városvezetés a város lakóival és a hatóságok együttműködésre fogja átgondolatlan, mint hogy eddig is, és nem pakkodva, nem ötletszerűen, és ez mindig megkapta a megyei közgyűlés is, és a megyei közgyűlés itt a önkormányzati képviselőtestület a támogatást. Köszönjük szépen, mert ennélkül a bizalom nélkül, a közbizalom nélkül nem is vállalkoztunk volna arra, hogy Karcagon adott esetben felborítsuk a békét. Itt egy nagyon komoly, nagyon nagy lehetőség előtt áll a város, és jön az enni, jön a gazdaság érintülése, jön a verseny, a munkahelyekért, a munkaerőért, ebben kell felkészíteni a karcagi vállalkozókat, ebben kell felkészíteni azokat az ipari tevékenységi alkalmas gazdasági zónákat, amiből Karcagnak immáron már csak ez az adott alatt. Ezt kell jól, bölcsen, okosan, értelmesen belakni, ezt kívánok polgármester úrnak is, a képviselőtestületnek is, és minden Karcagnak kellő bölcsességet és lehetőséget, hiszen ebből fog a város építkezni, ebből fog főzni, ha úgy tetszik a jövőben. Ez alapozza meg az itteni életminőséget, ez alapozza meg a közösségi szolgáltatásokra fordítható adóbevételek alapját, és ebben Karcag most nagyon jól áll, nagyon jó irányba halad, és látva a gazdaság fejlesztési programot 2030-ig, gyakorlatilag ezeknek a fejlesztési területeknek a kibővítésével, korszerűsítésével meg is lesz a városnak az a lehetősége, hogy akár nagyobb költségvetéssel számolják el, hogy duplázza a költségvetését néhány éven belül. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. További kérdés, hozzászólás, László. Költségvetés? Jót térünk ki, hogy András László vagyok, állítom, hogy tisztán lakom. Ugye nekünk is van ott néhány házunk, meg ugye a családnak. De abszolút egyet értek vele, hogy a telkek értéke, meg a házak értéke nőni fog, hogyha ugye ez megvalósul. És ugye hát reméljük, hogy tényleg megvalósul, mert ugye nem messze vagyunk a városközponttól, de most legalább eljebb kerülünk a külvárostól is, tehát szerintem a Vágóhíd utca, meg a Vagyog utca által határolt területnek az értéke nőni fog. Nekem annyi kérdésem lenne, hogy elhangzott a csapadékvízáradatés. Tehát ahogy Elmúk úr is említette, hogy a gödrök közének hívtuk, tehát hogy ott vályogvető gödrök voltak, és ennek a városrésznek a csapadékvizei itt szikkadt. Tehát itt történtek elszikkasztásra, nálunk soha nem állt meg a víz. Tehát hogy ez megmarad-e. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez továbbra is így legyen. Tehát ugye se talajvíz, tehát a kutakban ugye alacsonyan volt a víz, vízorraknál nem állt meg a víz. Tehát én ezt tartanám fontosnak, hogy ez továbbra is megvalósuljon, és én egyet szerettem volna. Szerintem mind a ketten fogunk rá válaszolni. A térképen is látszott egy csapadékvíz összefolyó, egy tározó, amelyet ugye a tárgyalások folyamán, amikor elnök úr, illetve a megyei főépítész beterjesztette az elképzelését, akkor közösen beszéltünk át. Ugye nagyon fontos az, hogy a csapadékvíz elvezetése és a víz megtartása is valamilyen szinten megvalósuljon. Ugye amikor a Karcagváros csapadékvíz elvezetésének kettes öblözetéről szóló pályázatnál is beszéltünk róla, hogy ez a katolikus városrésznek a csapadékvíz elvezetése, ami jelenleg a pályázat azon szakaszában van, hogy a közbeszerzési eljárás keretében a kivitelezőt próbáljuk kiválasztani, és mihelyest meg lesz, ugye elkezdi a munkálatokat is, hiszen ezt a pályázatot is be kell fejezni ez év végéig. Tehát ott is azt kértük a kivitelezőtől és a tervezőtől is,
hogy a csapadékvíz összegyűjtése kapcsán egy olyan park lehetőségét próbálja fölvázolni és megvalósítani a terv szintjén, amelyet aztán sikerült is, és ennél a tervezési folyamatnál is ezt kértük a megyei közgyűléstől, illetve a tervezőktől is, és képviselőasszony is beszélt róla a sajtótájékoztatón, hogy egy olyan rekreációs parkot szeretnénk kialakítani a csapadék víz összefolyásával együtt, amely az ott élőket és az ott élő környezetét is egy picit vonzóbbá és élhetővé teszi. Tehát a tervünk az, hogy egy csapadékvíz összefolyó tavat alkotunk, illetve készít el majd a kivitelező, amikor elérünk a pályázatnak ebbe a szakaszába, amelyet körbe lehet majd egy járdával venni, amelyet körbe lehet sétálni, ahol pihenőpadok vannak, ahova le lehet ülni, ahova ki lehet menni. És ahogy elhangzott, és elnök úr is ejtett róla szót, ezen keresztül vagy emellett fog egy kerékpár úttal összeköttetésbe kerülni gyakorlatilag a város vérkeringése. Tehát figyeltünk arra, hogy a csapadékvíz továbbra sem zavarjon senkit, ez a csapadékvíz összefolyjon, és az összefolyásból egy olyan további lehetőség, egy pihenő park kerüljön kialakításra, amely mind esztétikailag, mind pedig rekreáció és szabadidő terén az ott lakók rendelkezésére fog állni. Nem tudom, megpróbálhatjuk itt visszakeresni a videón, és esetleg ki betíteni, de szerintem emlékszik rá mindenki erre a részre. Szerintem nem szükséges, inkább arra akartam felhívni a figyelmet, hogy ugye nyilván történtek már ezzel kapcsolatban ugye most kevésbé jól sikerült megoldások. Tehát tehát ez gyakorlatilag folyamatába kérném, hogy figyeljék, hogy... Természetesen figyeljék. Mert itt van egy vízválasztó, azért elég régen lakom ott, tehát lehet, hogy bizonyos részektől hamarabb folyik a nyomdához a víz a piachoz, mint ugye kifelé, de tehát szerintem érzékeny rész lesz, és én csak azt szeretném kérni, hogy folyamatában tényleg, hogy ez hogyan működik, mi működik, milyen hatással van ez a házatra, és azért mondom, hogy azzal meg így ebben a formában egyet értek, hogy az értéke növekedni fog. Figyelni fogjuk természetesen. Köszönöm szépen. További költségvetéssel kapcsolatos. Nincs, akkor rátérünk a napirendi pont megtárgyalására. Igen, tehát a napirendi pont megtárgyalásánál tartunk, tisztelt képviselőtestület, vitára bocsájtom az anyagot. Kérdés, hozzászólás a költségvetéssel kapcsolatban van-e? Karcagi Nagy Zoltán képviselő úr. Képviselőtársak, tisztelt jelenlévők, mélyen tisztelt televízió nézők. Engedjék meg, hogy néhány mondatban hozzászólnak a költségvetést érintő fontosabb adatokhoz, fontosabb történésekhez. A Karcag Városi Önkormányzat 2023 éves költségvetésének irányvonalát a működés előző évekhez hasonló színvonalon történő biztosítása, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása, az újabb pályázati lehetőségek kihasználása jelentette. A feladatok megtervezése és a források biztosítása az észszerű és takarékos gazdálkodás követelményét szem előtt tartva vonultunk meg. 2023 évi általános működési és ágazati támogatásokon felül az energia áremelkedése kompenzálására jelentős központi támogatásban is részesült az önkormányzatunk. A központi támogatásokat saját működési és felhasználási bevételeinkkel kiegészítve megfelelő fedezetet tudunk biztosítani az ellátandó feladatokhoz. Kötelező feladatainkat a Karcag Városi Önkormányzat és a karcagi több célú kistérségi társulás fenntartásában lévő költségvetési szerveken keresztül biztosítjuk.
Az önkormányzati feladatok között jelentős összeggel szerepel többek között a belterületi utak járdák felújítása, parkolók kialakítása, a választókörzetes településfejlesztési kiadásai, a közvilágítás biztosítása, térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése és bővítése, környezetvédelemmel, állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, a központi orvosi ügyelet biztosítása, kulturális feladatok, a helyi autóbusz közlekedés támogatása, valamint a vízi közmű szolgáltatás fejlesztése is. A rendszeres és rendkívüli települési támogatásokat szociális alapon továbbra is biztosítjuk a rászorulóknak. Ebben az évben is megjelenik a költségvetés tervezetben a karcagi lakóhelyen rendelkező túlszületnek támogatása, a babak csomag. Az Akászliget fürdő üzemeltetését a lakosság sport és szabadidős tevékenysége gyógyászati ellátása érdekében továbbra is támogatjuk. Jelentős beruházások, fejlesztések vannak folyamatban városunkban, melyek legnagyobb része támogatásból valósul meg. Jelenleg 22 darab Európai Uniós forrásból létrejövő projekt megvalósítása zajlik, összesen több mint 7 milliárd forint támogatásból, melyből 2023 évben várhatóan 2,4 milliárd forint kerül felhasználásra. Ezek keretében többek között felújításra kerül a teljes keleti városrész csapadékvíz elvezető rendszere, a város több területén út és járda felújítások valósulnak meg, parkolók kerülnek kialakításra. Energetikai korszerűsítés keretében kerül felújításra a városi sportcsarnok és a Dózsa-György út 4 szám alatti ingatlan. Energetikai és infrastruktúrális felújítás keretében megújul a Horváth Ferenc úti idősek otthon konyhája és az idősek klubja Szabó József utcai épülete. A nagyvénkerti városrész fejlesztéseként új útfelújítás valósul meg, valamint kialakításra kerül a családi házas övezet csapadékvíz elvezető rendszere, okos zebrák, játszótér, gördeszkapálya is. Kiemelt szerepet kap a kulturális és sport feladatok támogatása, nem csak a működés, hanem a fejlesztések terén is. Folyamatban van a milánói pavilon újjáépítése és a ligeti sport telep fejlesztése, együttesen több mint 13,6 milliárd forint állami támogatásból, melyből ebben az évben várhatóan 7,2 milliárd forint kerül felhasználásra. A kötelező államigazgatás és önként vállalt feladatok ellátását önkormányzatunk 2023 évben is folyamatosan biztosítja. A működés biztonságát szem előtt tartva jelentős beruházások, fejlesztések megvalósítása van folyamatban, valamint igyekszünk kihasználni az újabb pályázati lehetőségeket is. A most beterjesztésre kerülő rendelet tervezetünk a Karcagvárosi Önkormányzat 2023 évi költségvetésének fő összege 21.279.711.619 forint. Ennyire alakult. A pénzügyi fejlesztési bizottság a testületülést megelőzően ülésezett, egyhangulag támogatta a költségvetés tervezetet, és itt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ennek az elkészítésben részt vettek, tevékenyen, polgármester úrnak, alpolgármester úrnak, jegyző úrnak, a hivatal dolgozóinak, a költségvetési iroda dolgozóinak, a személy szerint Szabóné Bonkaréka irodavezetőnek. Köszönjük szépen a munkájukat. Kérem, elfogadásra javaslom az anyagot. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Molnár Pál képviselő. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt bizottság, az ügyrendőségi bizottság is meghallgatta ezt a napirendi pontot, és látható részéről, hogy sok munkája volt ezzel a hivatalnak,
nem csak magának az anyagra az elkészítésével, hanem az átvizsgálásával is, és ez 21 milliárd forint valóban törvényesen, valóban jogszabályi elindulásoknak megfelelően lett összeállítva, és szeretném megköszönni a hivatal vezetésének, ilyen zúrnak a vezetésével azt, hogy minden szakszerűen, minden jogszabályi elindulásoknak megfelelően állított össze. Ezzel a bizottság is egyetértett, és ezt a anyagot a képviselőtestületek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. További hozzászólás. Andrássy András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő, tisztelt jelenlévő, tisztelt előadó. Üdvözöljük a költségvetést, 2023-as költségvetést. Látszik rajta, hogy szakmai munka van mögötte, látszik rajta, hogy számszakilag teljesen rendben van. Ez úgy lett megcsinálva, ahogy a törvény elvárja, úgy lett elkészítve, ahogy a költségvetést el kell készíteni. Néztük, keresünk benne hibát, nem találtunk. Összeadtunk, kivontunk, nem sikerült találni hibát benne, pedig igyekeztünk. Jó, reményünk. Természetesen nagyon sok jó dolog van benne. Látszik, hogy ez a költségvetés a városról van, a gondolkodásról szól, harcolatról szól, és egyáltalán, hogy a város megmaradjon és fejlődjön a továbbiakban. Azonban nyilván a koncepciójában a fejlesztéseknek nem teljesen tudunk egy platformon lenni, ami nem baj, de talán fontosság is volt rendben. Továbbra is úgy látjuk, hogy ugye a főszám mutatja, hogy hatalmas összegről beszélünk, 21 milliárd forint, 21 ezer millió forint. Talán a megye második legmagasabb költségvetésű városa lettünk ezzel a számmal. Talán ez először még Jászberény is. Nem esküszök meg rá, de valószínűleg ez úgy gondolom, hogy ez akkora összeg és annyi pénz, amivel nagyon komolyan és nagyon felelősen kell bánni. Látjuk a beruházások irányát. Én úgy gondolom, hogy a városban egy irány, ami a korábbi téma volt, a munkahelyteremtés nagyon fontos. Ennek egyik része például egy ipari területek kialakítása. Reméljük, hogy azok a bizonyos vállalkozások tényleg meg fognak jelenni, tényleg be fognak települni, és tényleg munkahelyet fognak adni egy minőségi európai szintű bérrel a karcagi lakosoknak. Jó lenne, hogyha a karcagi lakosoknak európai szintű lakhatása is lenne, és itt van az, hogy amikor úgy gondolom, hogy ezer milliókat költünk, akkor a lakásépítés valahogy elhanyagolni. Tudom én, hogy nem olyan egyszerű ez a kérdés, de bizony, mondok egy példát, csak a Sámándor, és most ez nagyon populárisnak fog hangzani, és lehet megkövezni érte. De a Sámándor várából még a mai árok mellett is nagyjából 350 lakást lehet fölépíteni. És akkor mondom az elgondolást. 350 lakás birtokossággal válik az önkormányzat, amelyel 350 fiatalt lehet itt tartani a városba. Tudom, csúnyán néznek rá nagyfára, hogy hülyeségeket beszélek, bizonyára. Kérdezem én, hogy a felépülő Sámántó piaci értéke mennyi? Meg tudja nekem valaki mondani? Nem, nincs piaci értéke. Mennyi lesz 10 év múlva? Kérdezem én, hogy 350 lakásnak mennyi a piaci értéke? Mennyivel gazdagodott vele a város? Tehát egyszerűen kérteni, hogy hol vannak nekünk a problémáink. Koncepcióval. Alapvetően magában a költségvetéssel nincs van. És elmondanám azt is, hogy nagyon fontos, hogy miért szavazzuk meg ezt a költséget, és többek között azért, mert egy nagyon nehéz gazdasági év áll. Nem csak Karcag előtt, az egész ország előtt. Úgy gondoljuk, hogy ebben a szituációban, ebben a gazdasági helyzetben, és talán egy kicsit kiszámíthatatlan politikai jövőben is, nagyon fontos, hogy egy stabil, egységesen támogatott költségvetés legyen a városnak.
Erre az évre maximális bizalmat szavazunk a városvezetésnek. 100%-ban elfogadjuk a költségvetést és a költségvetés számi elvárásunk, hogy ez be is legyen 100%-ban tartva. Köszönöm szépen! Én azt gondolom, ha egy pár szóban szabad reflektálnom rá, hogy nyilvánvaló, kicsit nehéz eligazodni a képviselő úr, bár egyetértek azzal, amit elmondott, de ugye a legelején még a Volánbusznál azt mondta, hogy majd megtalálja a hibákat, aztán meg nem talált rá hibákat. De köszönöm szépen ezt a bizalmat. Nyilván az ön bizalmától, vagy az önök bizalmától függetlenül is azon dolgozunk, hogy ez a költségvetés megvalósuljon, és az ebben benne lévő anyagok, elképzelések megvalósuljanak. Addig is ezen dolgoztunk, amíg nem szavazták meg a költségvetéseket, és addig is sikerült ezeket megvalósítani, mint ahogy most is megvalósítjuk majd terveink szerint, hiszen nem véletlen készült így el a költségvetés. Egy kicsit fikció, amit a pályázatokról és a milánói pavilonról is mond képviselő úr, hiszen ön is tudja, hogy a szöveges részben is le vannak írva ezek a pályázatok, ezek a célzott támogatások, hogy mire kapjuk, és ezeket a célzott támogatásokat mire lehet felhasználni. Nyilván mondhatta volna képviselő úr azt is, hogy a járdakeretből is lehetne lakásokat építeni, nyilván az útfelújítási pályázatból is lehetne lakásokat építeni, nyilván önnek kamerák előtt fontosabb volt a sámándobot elosztani ilyen lakás négyzetméter árakkal, de erre kapjuk a célzott támogatást, ezt valósítjuk meg, és azért valósítjuk meg, hogy Karcag városnak, Karcag városának az itt élőknek ez egy olyan további lehetőséget biztosítson, akár turisztikai, akár egyéb kulturális tevékenységek megvalósítása során, amely majd bevételt fog eredményezni. Ha lesz olyan pályázat, amelyből szolgálati lakásokat, lakást lehet építeni, akkor azt is meg fogjuk pályázni. Vélhetően és köszönhetően a hivatal munkatársainak az előkészítő munkák során el fog készülni egy olyan pályázat, amellyel ezeket a forrásokat le is lehet hívni. Addig nyilván a saját bevételeinket tudjuk erre fordítani, és ezeket a saját bevételeket, ahogy a költségvetésben is le van írva, próbáljuk a város érdekében felhasználni. Hiszen benne van a járdafelújítás, benne vannak az ösztöndíjak, amelyeket emelni szeretnénk, benne van a babacsomag, és bármennyire is próbálták itt a lelkünkre beszélni, de nincs benne például a parkolódíj. Tehát ezt is tartalmazza a költségvetés, illetve nem tartalmazza, hiába is próbálták a szemünkre vetni. Tehát én azt gondolom, hogy a költségvetés, ahogy képviselő úr is elmondta és megdicsérte, szerintem egy nagyon jó költségvetés, és természetesen, ahogy eddig is, azon leszünk, hogy ez a költségvetés, az ebben foglalt elképzelések, lehetőségek, pályázatok, fejlesztések megvalósuljanak, és a karcagiak érdekében valósuljanak meg. További kérdés, hozzászólás? Képviselő úr. Köszönöm szépen a lehetőséget. Még annyit fűznék hozzá, hogy nyilván ha mi megválaszunk, megszavazzuk, hát valóban annyira nem fogok semmit a városnak. De azt hogy mondjam már el, hogy látom a költségvetés tartalmazza egy bizonyos mértékű, ahogy számoltam, nagyjából 15% körüli béremelést az alkalmazott szférának. Ezt abszolút támogatjuk és örömmel fogadjuk. Amit itt javasolnék, hogy ennek a mértéke egy kicsit lehetne magasabb, mert látjuk azt, hogy gyakorlatilag az infláció ezt a emelést el is viszi. Tehát effektíve vásárlóerőben a dolgozók nem fognak érzékelhetően előrelépést tapasztalni. Hát én úgy gondolom, hogy ez a 15%-os emelést lehetne egy kicsit, ha más nem, mondjuk adott esetben a kafetéria kiterjesztéssel kiegészíteni. Én úgy gondolom, hogy az ingatlan értékesítésből és az ingatlan értékesítés során fokozott odafigyeléssel, tehát hatékonyabb ingatlan értékesítés mellett ennek a fedezetét is megtalálnánk és tudnánk biztosítani. Úgy gondolom, hogy a dolgozói állomány
megbecsülésének egyik módja az, hogy anyagilag is elismerjük. Tudom, a 15% is egy komoly előrelépés az előzőjekhez képest, tehát az eddigiekhez képest. De sajnos látjuk azt, hogy milyen mértékű az infláció, tehát én egy lehetőséget ajánlom, hogy próbáljuk meg a kafetéria irányába elmozdulni, és esetleg most kompenzálni a plusz, a 15% közötti plusz. Köszönöm. Nyilvánvalóan a képviselő úr, amit elmondott, valóban tartalmazza a költségvetést, tartalmazta az előző évben is, tehát folyamatosan figyelemmel kísérjük azokat a lehetőségeinket, amely a dolgozók elismerését, jutalmakat, évközi jutalmat, évvégi jutalmat, vagy akár béremelésre lehetőséget adnak. Mihelyis lesz ilyen lehetőségünk, menet közben a költségvetés módosításával természetesen ez figyelembe vehető, és akár meg is történhet. Én bízom abban, hogy lesz erre lehetőségünk, és tudjuk ilyen irányban is módosítani majd a költségvetés menet közben. A jelenlegi lehetőségeink ezt mutatják, ahogy képviselő úr is elmondta, minden lehetőséget megragadtunk, és megragadunk ebben az évben is ezekre a béremelésekre és dolgozói megbecsülésekre. További kérdés, hozzászólás? Nagy Nélászló Erzsébe. Köszönöm szépen, én már előbb elhangzottakat, csak nagyon szeretném mondani, hogy úgy gondolom, hogy minden munkáltatónak az érdekel, hogy a lehető legjobb mértékben tudja támogatni a dolgozóit, és tudjon béremelést adni. Ahogy ez a korábban elhangzott költségvetés, és hogy mindenki ebből gondolkodik, úgy gondolom a vállalkozási szektorban is nézik a gazdálkodók, a városi jó gazdálkodók, hogy milyen bevételeik állnak lehetőség rendelkezésre, és azokat milyen kiadásokra tudják fordítani. Ez a 15%-os dolgozói béremelés, ez azért az magasabb, mint a minimál béremelés. Nyilván azzal teljesen összhangban van, és a polgármester úr is mondotta, ez engedi meg, viszont azt a nagy javaslatot, amit képviselő úr előtt mondtál, hogy a vagyonértékesítési bevétel terve az én se jelen módosításra, se jelen elfogadáskor, se módosításkor nem tudom támogatni, hiszen ez bárkinek, aki ismeri egy központi vagy kormányzati költségvetés, a felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyát, mert belül is egyensúlyban kell lenni, és a működési bevételek és kiadások egyensúlyát is borítja, ugyanakkor a vagyonfelélés működési kiadásról vezet. Tehát ezt nem lehet támogatni, nyilván más forrás meg lehet találni. Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor én elfogadásra javaslom a költségvetést, aki támogatja, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt megjelent vendégek, bejelentem, hogy a közmeghallgatás véget ért, és rátérünk a következő napirendi pont megtárgyalására. Hármas napirendi pontunk javaslat a karcagi tankerületi központnak, a karcagi általános iskolák felvételi körzetére tett tervezetének véleményezésére. Tisztelt képviselő testület, a karcagi tankerületi központ véleményezésre megküldte a 2023-2024-es tanévre vonatkozó felvételi körzet kijelölésének tervezetét, amely összhangban van Karcagváros önkormányzat képviselő testületének a karcagi általános iskolák felvételi körzeteiről kialakított 225/2022-es határozatára. A napirendi pont anyaga, illetve a melléklete, amely tartalmazza a felosztást is megküldése került, ezek alapján kérem a határozat meghozatalát. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás van-e? Pinter Zoltán képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, tisztelt képviselőtestület, kedves megjelentek, ahogy polgármester úr is volt, kedves ismertetni valóban, ugye a karcagi tankerületi központ véleményezésre megküldte azt a javaslatot, amelynek előzményéhez tartozik, hogy a 2022. évi Oktatási, Kultúrási és Sportbizottsági munkaterv szerint elmúlt év novemberében
ugye az UKSB, tehát az Oktatási Bizottság javaslattal ért a tankerületi központ felé, amelyben tulajdonképpen az általános iskolák beiskolázási körzeteinek felosztására ugyanazt a már jól kialakult évek óta működő rendszert javasolta, amelynek alapját az képezi, hogy a városban működő három egyházi fenntartású általános iskola, jelesül ugye a Karcagy Nagymó Református Általános Iskola és most már ugye Talentumovoda, a György István Katolikus Általános Iskola, illetve a Szent Pál Marista Általános Iskola beiskolázási körzete az egész városra terjedjen ki, még ugye a Karcagy Általános Iskola központ által működtetett két intézmény, a Kiskulcsosi, illetve a Kovács Mihály tagintézmények, pedig ugye a mellékletben, tehát a napirendi pont mellékletekén szereplő utcafelosztással működnek. Tulajdonképpen OKSB javaslatot a Karcagy Tankerületi Központ elfogadta, és ez alapján javasolja a testületnek elfogadásra. Minthogy tudjuk, hogy a korábbi években ez a utcafelosztás jól működött, én az OKSB nevében is tisztelettel javasolnám a testület számára ezen napirendi pont támogatását. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, javaslat. Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, hogy támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Negyedik napirendi pontunk, javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat, valamint Beregfürdő községi önkormányzat közötti köztemető fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére. Tisztelt képviselőtestület, tekintettel arra, hogy Karcagváros területén önkormányzati tulajdonú temető nincs, így az önkormányzati törvényben, illetve a temetőkről és temetkezésekről szóló törvényben meghatározott köztemető fenntartására vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges Beregfürdő községi önkormányzatával együttműködési és erre vonatkozóan köztemetői fenntartási megállapodást kötni, gyakorlatilag, hogy eleget tudjunk tenni a jogszabályi előírásoknak. Ezt tartalmazza a határozat, de azt gondolom, hogy a városban kialakult gyakorlat szerint a helyi egyházak és a tulajdonukban lévő temetőkben biztosítottak lehetőséget a sírhelyes temetkezésre, mind magánszemély, mind az önkormányzat részére köztemetés elrendelése esetén is, de a jogszabályoknak ez alapján tudunk megfelelni. Vitára bocsájtom, kérdés hozzászólás van. Molnár Pál képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Az ügyelődés jogbizottság támogatta azt a kérdő pontot, hogy követőjön egy kérdésünk, hogy mi kerülhet szóval a tehetsző kormányzat, használási kormányzat. További kérdés, akkor egyben majd. Gyakorlatilag ugyanaz lett volna a kérdés lényege. Köztemetést végezni ugye önkormányzati feladatkör, tehát nyilván ezt az önkormányzat költségvetését terheli, mint ahogy eddig is terhelte. A kérdés az, hogy a helyi karcagi temetőben végezzük el ezt a köztemetést, vagy az együttműködési megállapodás alapján Beregfürdőben. Tehát azzal, hogy van egy ilyen megkötött szerződés, semmiféle kötelezettségünk nincs arra vonatkozóan, hogy ezt Beregfürdőn kell teljesíteni, vagy itt a helyi egyházzal, illetve a temetési szolgáltatóval kell ezt a sajnálatos eseményt elvégezni. Tehát további pluszköltsége nincs. A községi önkormányzattal úgy állapodtunk meg, hogy ezt ők átvállalják tőlünk, tehát igazából nincs semmilyen olyan kiadási kötelezettsége az önkormányzatnak ennek a megállapodás kapcsán, ami terhelné a költségvetést. Köszönhetően a két település közti eddigi jó viszonynak, a kistérségi együttműködéseknek és annak a kölcsönös segítségnek, amely kialakult az elmúlt évtizedekben a két település között. Ha nincs további kérdés, hozzászólás, akkor elfogadásra javaslom, aki támogatja, jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, a napirendi pontok megtárgyalásának a végére értünk. Bejelentem, hogy a képviselőtestület legközelebb munkaterv szerint 2023. február 23-án csütörtökön 15 órai kezdettel tart ülés. Kérdezem, hogy van-e valakinek napirendi ponti javaslata?
Ha nincs, akkor megköszönöm a képviselőtestület tagjainak, a meghívott vendégeknek, a hivatal dolgozóinak, a jelenlévőknek az aktivitást, a kedves televízió nézőknek a figyelmet, a mai testületi ülést bezárom.